részvénykereskedőnek azt tanácsolnánk, hogy egyelőre várjon ki. Például ma is nagyon jelentős volatilitás mutatkozik a részvény árfolyamban. 99,3 eurón is járt az árfolyam, most jelenleg valamivel 108 euró felett van. Ebben a piaci helyzetben a kivárást tartanánk a legjobb megoldásnak. Jelenleg ott tartunk, hogy a Volkswagen egy igen komoly jogi stábot gyűjtött maga köré, és az ezzel kapcsolatos információk azt mutatják, hogy maga az, hogy a Volkswagen egy módosított szoftvert használt az amerikai modellekben, még önmagában nem jelenti azt, hogy csaltak, ugyanis a különböző emissziós normák miatt más és más normaértékeknek kell megfelelni a különböző piacokon. A Volkswagennek most azt kell bizonyítania, hogy ezt a szoftvert nem azért használta, hogy kijátsza a környezetvédelmi hatóság mérését, fordítva pedig azt kell bizonyítaniuk, hogy ezt direkt azért használta, hogy megtévesszék a hatóságokat. Erre tanúkra, illetve belső e-mailekre is szüksége van a nyomozó hatóságoknak. Az eddigi információink szerint mintegy 16 milliárd eurós bírságot kaphat a Volkswagen. Ez azonban nagyságrendekkel nagyobb, mint eddig az amerikai autóiparral szemben kirót bírságokat tekintjük. A General Motors nemrég 900 millió dolláros bírságot kapott. A Toyota, még emlékezhetünk a beragadt gázpedálokkal kapcsolatos ügyre, ott 1,2 milliárd dolláros csekket kellett befizetnie a Toyotának. Nem biztos, hogy a Volkswagen ezt a 16 milliárd eurós bírságot egy az egyben megkapja, azonban több addíciós tétel is lehetséges. Például, ha csak a Volkswagen Jetta dízelét nézzük, arra az amerikai szövetségi kormányzat modellenként mintegy 1300 dolláros adókedvezményt adott, amelyet kiszámolva 51 millió dollárra jelent, és ezt a kormányzat könnyen vissza is követelheti. Ez csak egy modell az érintett 6-7 modell közül, így az a bírság exponenciálisan nőhet. Önmagában megrengetheti a bizalmat a német autóiparban. Az autóipari beszállítók részvényeiben már láttunk egy jelentős negatív korrekciót, illetve felvetheti azt a kérdést, hogy milyen mélyen érinthettek mind az európai, mind az amerikai szabályozó hatóságok ebben. Én úgy gondolom, hogy korán sincs vége a történetnek, a jogi eljárások elindítása pedig akár egy évekig tartó folyamatot is elindíthat. A BMW és a Volkswagen autó visszahívásait akár könnyen is összeköthetjük, ugyanis a BMW ma reggel jelentette be, hogy 55 ezer darab BMW-t hív vissza Dél-Koreában. Ez 24 különböző modellt érint, amiket 2007 és 2013 óta gyártottak. A BMW azt mondja, hogy a vezérműszi feszítőgörgőjével kapcsolatos problémák miatt szükséges a visszarendelés, azonban a jelenlegi helyzetben akár könnyen össze is köthető lehet a két eset.